Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Nézzük, hogy milyen üzenetet kapunk 2024. augusztus 19-ével induló hétre a cigánykártyától. Remélem, hogy ez a hét is jó. Ha a taró alapján nézem, a taroszkóp alapján, akkor egészen bizonyosan, de remélem, hogy ez a néhány nap, ami ugye egy kicsit lazább lesz a megszokottól, hiszen a hétfőket sokaknak szünnap. Remélem, hogy ez meg fog nyilvánulni valamilyen formában a lapokban is. Na nézzük, hogy mi az első lapunk. Ez pedig a bosszúság. És pedig ugye épp arról értekeztem saját magammal, hogy de jó lenne, ha megnyilvánulna valamilyen formában a pozitivitás, ide akár hétfőre, kedre, amik ugye elvileg sokak számára szünnap. Nem baj, nem kell kétségbe esni a bosszúság lapjától. Alapvetően szerintem tekintsünk inkább úgy erre a lapra, hogy lehet, hogy azért leszünk egy kicsit bosszusak, mérgesek, mert valaki nem jön, valaki megígért valamit, nem teljesítette, vagy éppen ugye lesz, aki nem dolgozik, és azért lesz bosszus, hogy elveszít egy munkanapot, de lehet, hogy valaki pont azért lesz egy kicsit paprikás hangulatban, mert hogy ő is szeretne egy szabad hétfőt, de mondjuk vendéglátásban dolgozik, kiszolgáló területen dolgozik, és ez nem adatik meg neki, szóval nagyon sokan, nagyon sokféle formában megélhetik egy kicsit a bosszúság állapotát, de ne felejtsük azt el, amit sokszor elmondtam már ezzel a lappal, az ellenség lappal, adott esetben a szerencsétlenség lappal kapcsolatban, hogy a bosszúságnak igenis próbáljuk meg a jó oldalát tekinteni, hiszen bármi, ami az átmeneti, rövid néhány órára, vagy adott esetben akár csak pár percre bosszúságot kínál számunkra, és ránk tukmálja a bosszúságnak az energiáit, az egészen bizonyosan azért érkezik be hozzánk, mert meg kell tanulnunk belőle valamit, meg kell értenünk belőle valamit. Nyilván maga a bosszúság az egy kellemetlen, nyomasztó hangulat, olyan tényezők adódnak össze, amik a normál vérnyomásunkat valószínűleg egy kicsit feljebb viszik, és nyilván valaminek nem fogunk tudni örülni ezen a hétfői napon, de ne felejtsétek el, amit mondtam, hogy meg fog érkezni az a fajta üzenet a későbbiekben, hogy miért volt az az élethelyzet, miért okozott nekünk egy adott élethelyzet olyan érzelmi válságot, frusztrációt, vagy mentünk bele egy konfliktusba, és a későbbiekben látjuk azt, hogy de jó, hogy ez megtörtént, hát az volt annak a pozitív dolognak egyébként a kezdete, vagy éppen az alapja. És nagyon szépen látható az, hogy mi a mai napi feladatunk. Fogadjuk el, ha valami nem sikerül elsőre, vagy kétszer kell neki futni, vagy éppen harmadszorra is neki kell futni, és semmi baj azzal, hogyha egyébként valakivel egy kicsit összezördülünk, összefeszülünk, mert lehet, hogy maga a helyzet bosszantó lesz, de pont azért feszülünk össze, hogy rendezzük a helyzetet, hogy megtanuljunk egy kicsit türelmesebbnek lenni, hogy megértsük, hogy ó, igen, hát a másiknak igaza volt, hát nem is úgy történt, most már megértem az ő olvasatát ugyanarra a történetre, amit én ugye nyilván a saját oldalamról máshogyan láttam. És tulajdonképpen bármi, ami szembe jön veletek, akár egy közlekedési helyzetben, akár családban, a bosszúság arra utal, hogy csituljatok el, ha lehetőségetek nyílik, és van bennetek annyi erő és energia, akkor próbáljátok elfogadni az adott helyzetet, nyeljétek le a békát, és akkor ugye még el is tudjuk kerülni a bosszúságot. Hát meglátjuk, hogy kinek van erre ereje, eltökéltsége, és ki az, akinek esetleg majd nincsen. Na nézzük a második lapunkat, ez pedig a hűség lapja, és a keddi napra érkezett. Hű, ez most maximálisan, nagyon másképp tudom hirtelennyiben értékelni ezt a lapot, mint amit szerintem sokan gondolnak. Nekem az jut eszembe, hogy te jó ég, augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére megkaptuk ezt a hűséglapot, tehát ez milyen gyönyörű üzenet, hűségesnek lenni a hazánkhoz, az elveinkhez, hűséges lenni a magyarságunkhoz, hűséges lenni egy csomó dologhoz, ami ugye szigorúan mondom, nem politikai szinten, nem gazdasági szinten, hanem ami minket ehhez az országhoz köt. Nyilván tudom, hát láttam is a statisztikákat, hogy sokan hallgatnak engem külföldről. Nyilván, aki külföldről hallgat, valószínűleg magyar nyelven hallgat engem, mert máshogy kevésbé tud. De az alap üzenetem az ezzel a hűséglappal az, hogy
legyünk befogadóak arra, ami ma történik. Hallgassunk meg ellentétes véleményeket. Fogadjuk el azt, hogy a másik ugyanazt a dolgot teljesen feketének, sötétnek, szürkének és rossznak látja, amit én mondjuk fehérnek, tisztának és jónak. Igen, mert lehet, hogy a számomra kedvező, de lehet, hogy számára nem az. Ugye a hűséglapjában benne van a szolgálatkészség, a kitartás, az elkötelezettség, hogy elhivatottak vagyunk valamivel kapcsolatban. Tehát bármi, amire ezen a keddi napon, augusztus 20-án ki tudjuk azt mondani, hogy fú, hát én ezt szeretem ezt a dolgot, elkötelezett vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, csinálom azokat a dolgokat, ügyeket, körülményeket, amik megmutatják nekem azt, hogy hol vagyok, ki vagyok, és mennyire tudok hűséges lenni, az ezen a napon valahogy többszörösen visszaköszön. Érdemes ezen a napon kinyilvánítanunk azt, hogy hűségesek vagyunk a férjünkhöz, feleségünkhöz, élettársunkhoz, adott esetben a szülőkhöz, a gyerekekhez, vagy egy valamilyen, akár egy vallási, hitbéli, spirituális közösséghez, egy baráti társasághoz. Úgyhogy ezen a napon feltétlenül azokkal az emberekkel töltsük az időnket, és olyan dolgokat csináljunk, ami nekünk óriási nagy örömünkre van, és valamilyen formában a hűséget, mint körülményt, közeget meg tudják mutatni. Na nézzük a harmadik lapunkat, ami a szerdai napra érkezett, ez pedig a szerelmes férfi, szerető, sokszor ugye hallom ezt a szívkirály kifejezést is, mindenki hívja úgy, ahogy szeretné, nekem valahogy továbbra is a szerelmes férfi az ideál ebben a lapban. Egy biztos, ugye ez egy férfi archetípus, és nem is kicsit férfi, hanem eléggé férfi. Férfi, mint párkapcsolat, mindegy, hogy kinek a párkapcsolat. A férfi, mint apa, mindegy, hogy kinek az édesapja. Férfi, mint hímnemű barát, mint egy kemény kezű főnök, egy szigorú edző. Tehát mindenképpen egy férfi, aki ugye mi magunk is lehetünk, ugye férfi energiákkal, azért szerintem mindannyian bírunk, de lehet egy tőlünk független kívülálló személy, aki valamilyen formában befolyásolja a mindennapjainkat, megmondja, hogy mondjuk mikor mit érdemes csinálni, mit nem érdemes csinálni, hogyan érdemes csinálni. Szóval egy biztos, van egy olyan ember a közvetlen környezetünkben, aki valamilyen formában, valamilyen szinten nagyon sokat tehet a mi akár szellemi, testi, lelki jólétünkért. Ugye ez alap tele van békével, békességgel, a boldog szerelem lehetőségével. Ott van ugye, hiába van ugye egy ilyen díszmagyar, de kicsit félig katonás öltözetben ez a férfi, hiszen ugye egy kicsit ilyen feles állapot az, amit ő képvisel. Pontosan ezért hozza magával a békét, hiszen őnála már nincsen fegyver, nincsen kard, nincsen puska, nincsen semmilyen olyan eszköz, amivel ugye bánthatna másokat, sőt, egy kicsit ugye az az élmény van, hogy vetkőzi le a túlzott férfiassággal együtt járó folyamatokat, úgyhogy fogadjuk el akár önnön magunkban is azt a lehetőséget, hogy például nőként legyünk maximálisan nők, és ne akarjunk mindig mindent a kézben tartani, irányítani, nagyon katonásan rendszerezni és elvezérelni a családunkat. Ha pedig ugye abszolút megmutatkozik a családunkban, a szeretteink vagy a barátaink között valaki, aki tényleg jó szándékkal nyilatkozik meg felénk, biztos, hogy ő békével jön, jó hírrel jön, kedves tanáccsal érkezik hozzánk, elfogadja azt, hogy milyenek vagyunk, ő csak ott van, és tulajdonképpen a mankónká akar válni, ha szükségünk van ilyesmire. Szóval mindenképpen azt mondom, hogy ezen a szerdai napon kommunikáljunk férfiként is férfiakkal, nőként is férfiakkal, hallgassuk meg a férfiakat, mert a férfiak valami nagyon okosat, nagyon értelmeset, nagyon racionálisat, nagyon logikusat tudnak mondani, ismétlem, akár nők, akár más férfiak számára, érdemes őket meghallgatni. Nyilván itt a kora miatt, ugye ő azért is mondom azt, hogy lehet apa, nagyapa, nagybácsi, tehát egy jóval idősebb személy is megjelenhet. Egy biztos valamilyen érzelmi kötődésünk egy ilyen típusú férfi emberhez azért van. A negyedik lapunk méghozzá a csütörtöki napra érkezett, ez pedig a hamisság lapja. A hamisság lapjával elvitathatatlanul megjelenik az életünkben valamiféle félrebeszélés, kamukázás, csalás, ugye maga a hamisság, az átverés lehetősége,
És még mondhatnék csomó szinonímát, akár azt is, hogy képmutatás, becsapás, simliskedés, tehát nagyon sokféle formája, minősége van ennek a lapnak, viszont azt gondolom, hogy ez a lap mindig azért jelenik meg, időben, mondjuk úgy, hogy ugye megelőzve a szituációt, az igazán nagy kiteljesedését egy adott problémának, hogy hello, valami nem stimmel a környezetedbe, hello, valami sutyimutyi van, valahol valaki nem mond igazat, becsap, átver, megvezet, bolondot csinál belőled, és ugye semmiképpen sem tudom azt mondani, hogy ez egy pozitív bolond csinálás, hanem ez az a fajta állapot, amikor vakon megyünk valamilyen helyzet, vagy valaki után, és ő meg maximálisan megvezet minket. És ugye ez azért kellemetlen ez a lap, mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ki a csuda áll a hamisság mögött. Úgyhogy vegyük észre azt, ha jön egy üzenet, vagy valakinek a nonverbális jeleit figyelve azt veszük észre, hogy hú, valami nem stimmel, nem úgy viszonyul hozzám, mint eddig, kételjeid adódnak, megkérdőjeleződnek dolgok, merjél rákérdezni, hogy figyelj csak, az előbb nem néztél a szemembe, amikor kimondtad azt az igent, vagy azt a nemet. Valami nem stimmel. Beszéljünk már róla. Aztán nyilván, hogy a másik mennyire meri bevállalni azt, hogy ugye ő ebbe a szituációba belekerült, nyilván az már egy másik kérdés, tehát azzal már nehéz mit kezdeni, mert az már nem a mi döntésünk, hanem az övé, de azzal, hogy már észrevettük, hogy valami nem kerek, valami hiányzik, valami problémás ebben a szituációban, szerintem már az előrébb vihet minket, vagy közelebb vihet minket ahhoz, hogy megértsük, hogy mi zajlik a háttérben, és megértsük azt, hogy, hogy merre hány méter. És milyen érdekes, a napokban volt egy konzultációm, ahol előkerült egy konkrét életesemény, egy hölgy életében, és ott azt mondtam, egy ilyen szituációban, hogy figyelj, valami zajlik a háttérben. Igen, csak ott tudtuk, hogy mi a szituáció, és elkezdtünk arra külön lapokat kiemelni. És megkérdeztük a tarótól, meg a cigánykártyától, hogy oké, mi zajlik a háttérben. És olyan gyönyörűen megmutatták a lapok, hogy mi zajlik, hogy a hölgy tulajdonképpen onnantól kezdve teljes tisztánlátásban teljesen másképp tud állni az adott ügyhöz, és ha akar bekeményít, ha akar puhábbá válik, ha akar, akkor csendben marad, de mindeközben tudja, hogy mi zajlik a háttérben, és ez itt szerintem az, ami az egész szituációt nagyon-nagyon-nagyon különlegessé teszi. Szóval figyeljétek az embereket a környezetetekbe, figyeljétek, hogy mi változik, mert bizonyos változások és bizonyos reakciók mögött most nem feltétlenül a maradéktalanul nagy tisztesség és őszinteség fog megnyilvánulni. Na nézzük ezt a pénteki lapunkat, ez pedig a kevés pénz lapja. Nem baj ez, péntek van, már senki nem akar szerintem különösebben dolgozni, iparkodni, tüsténkedni. Nem baj, ha egy kicsit szűkölködünk az energiában, vagy éppen a jó kedvben, és itt nem azt mondom, hogy feltétlenül ez egy rossz kedvet, vagy egy depressziót előidéző lap, de hogy is, hanem arra utalok, hogy egy kicsit már itt elfáradtunk, kedvetlenek vagyunk, semmi baj, tegyük le a lantot idő előtt, vonuljunk vissza, semmi nem számít, hogy mi volt csütörtökön, nem számít, mi lesz szombaton. Az a lényeg, hogy a mi kedvünk szerint teljen ez a nap úgy, hogy tudjuk, hogy kevés lesz energiából, vagy valamire nem jut annyi idő, vagy valaki beszélgetni szeretne velünk, de nincs rá kapacitásunk, ugye azért ezek a folyamatok is nagyon simán és nagyon könnyen megnyilvánulnak, úgyhogy az üzenetem az nagyon jó értelemben és szigorúan az, hogy itt a pénteki napon bármi, amiről azt érzed, hogy kevés, vagy jóval kevesebb van, mint amit megszoktál, kérlek, ne kezd el hajtani, ne kezd el űzni, ne kezd el megkérdőjelezni adott esetben önmagadat, a te stabilitásodat, vagy egy kapcsolat stabilitását, hanem semmi más ne csinálj, mint hogy fogadd el azt, hogy ezen a napod valamiből, vagy valamikből kevesebb van annál, mint amit vártál, vagy reméltél, vagy ami úgy általában szokott lenni, legyints rá egyet, és menjél tovább, ne küzdj azzal, hogy valamit mondjuk nem tudtál megvalósítani feladatként, mert megcsinálsz szombaton, vagy jövő héten, legyints rá egyet, most tényleg nem kell erőlködni semmin. Szerintem ez egy tök jó lap egyébként erre a szombati napunkra, a katonatiszt érkezett. Tulajdonképpen egy ilyen lappal azt mondom, hogy
legyünk erőteljesek, hiszen ugye azért a katonatisztban ott van a marsikusság, a mars ereje, a háború ereje. Ugye pont az, amit mondtam a szeretőlapnál, hogy ugye itt ennek az embernek már nincsen fegyvere, ő már lerakta a lantot, ő már megbékélt, ő már csendben van, ő már nyugalomban van. Ő benne még ott van a harciasság, tehát ha bárki ezen a napon egy olyan szituációba kerül, hogy ki kell állnia önmagáért, az igazságért, hiszen ugye a katonatiszt, mint hivatalos közeg, ott ugye az igazság is valahogyan föl fog merülni, álljatok ki az igazatokért, nem baj az, ha 5 ember állítja, hogy nincsen igazatok, ha ti egészen bizonyosak vagytok abban, hogy az igazatok masszív igazság, akkor csak időkérdése, hogy a többieket is, ha nem is meggyőzitek, de elfogadtassátok azt velük, hogy nektek akkor is egy adott dologról más a véleményetek. Ilyen helyzetben egyébként napi szinten kerülünk, nézzétek csak meg az egyszerű hétköznapokat, például a politikában, az, hogy én mit gondolok mondjuk a regnáló kormányról, vagy az ellenzékről, vagy a helyi polgármesterről, hát őszintén szólva az én dolgom, hogy szeretem-e őket, vagy nem szeretem, teljesen mindegy, mert úgyis mindig lesz egy ellenlábasom, aki azt mondja, hogy te nem szereted, én szeretem. És azt mondom, hogy te, én szeretem, akkor meg jön valaki, aki meg azt fogja mondani, hogy hát mit szeretsz benne, hát nincs mit benne szeretni, vagy kedvelni. Szóval ez az a nap, amikor lesznek ilyen típusú ellentétek, de ti legyetek elhivatottak, eltökéltek a ti igazatokban, a ti céljaitokban, és ha amellett kiálltok, azaz önmagatok mellett kiálltok, akkor ezen a napon legvégső soron úgy tudtok majd lefeküdni, hogy meg minden olyan dolog, amiért tulajdonképpen dolgoztatok, amiért kiálltatok ezen a szombati napon, az tulajdonképpen visszaigazolódott számotokra, hogy bizony-bizony jó úton jártok. És az utolsó lapunk, ez pedig a remény lapja, ugye vasárnapra érkezett a hét legutolsó napjára, és azt kell, hogy mondjam, hogy a remény lapja ugye mindig egy nagyon nagy kérdést indikál bármelyikünkből, hogy most megy ez a hajó, jön az a hajó, búcsúzunk, vagy már várakozunk, visszavárjuk azokat, akik ugye ezzel a hajóval érkeznek, vagy éppen most engedjük el őket. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas lap, nagyon-nagyon sok érdekes és izgalmas energiával, és ne felejtsük azt el, hogy a remény az ugye a remény az az állapot, amikor előbb-utóbb kifogok valamilyen célt tűzni magam elé, és el is akarom azt érni, de a reménnyel még nincsen célom. Tehát ezen a napon azt mondom, hogy inkább az ötletek jönnek, inkább jönnek a remekbe szabott ideák, amiket mondjuk lehet, hogy érdemes följegyezni, valóban leírni, és szépen azokból kialakulhat valamiféle cél. A célból ugye kialakulhat, hogy azt a célt hogyan lehet, milyen útvonalakon lehet elérni, és ugye a reményben azért ott van a hit. Ott van, hogy ugye a remény hal meg utoljára. Ne, elég régen jött ki belőlem ez a mondat utoljára, de hát ugye itt van az a lap, ami megkívánja, hogy ezt kimondjam. Bizony-bizony, nem véletlenül mondogatjuk mi magyarok azt, hogy hát a remény hal meg utoljára. Mert ha meghal a remény, és már reménykedni sincs miben, akkor ugye gyakorlatilag szerintem elfogy az életenergiánk, elfogy adott esetben az életünk, de a remény pontosan azt mutatja meg, hogy megingathatatlanok vagyunk egy adott célban, egy adott vágy elérésében, tényleg csak az eltökéltségre van szükségünk, és ugye a reményben ott van a hit, a hitre van szükségünk, arra a fajta hitre, ami bennünk tobzódva folyamatosan inspirál minket arra, hogy higgyük azt el, hogy elérhető a vágyott cél. Higgyük azt el, hogy ha ez a hajó elfele megy, akkor vissza is fog jönni. Ha pedig ugye, ne adj Isten, ez a hajó már visszafele jön, és érkezik, akkor meg ugye az a fajta életélmény van, hogy de jó, elment, és mennyi idő telt el, mire visszajött ez a hajó. Úgyhogy reménykedjetek bátran, legyen ez a nap, mondjuk ugye a remény ideje, az az idő, amikor okosan összeszeditek a gondolataitokat, a vágyaitokat, amikor szépen megpróbáljátok belátni azt, hogy mit kell másképp csinálni ahhoz, hogy máshogy és jobban elérjétek a vágyott célokat, de itt tulajdonképpen, ha az egész hetet végignézem, akkor mindent egybevetve valami tény is, hogy okozhat némi nyűgöt, kedden ugye szerintem ilyen átszellemült állapotba kerülünk az ünnep miatt, és utána az egész hetet, még a hamisságot félretéve is egyébként alapvetően egy pozitív vagy pozitív jellegű energia öleli körbe,
tudjuk az igazságot, tudjuk, hogy merre kell haladnunk, egyszerűen csak ki kell kerülnünk az akadályokat, a gátakat, nem kell azt elfogadnunk, hogy valamire kevesebb időenergia jut, majd jön akkor jövő héten több idő és több energia, de mindent meg tudunk valósítani, és tulajdonképpen ennél többet és ennél jobbat nem is mondhatnék. Úgyhogy legyen nagyon kellemes hetetek, legyen örömteli sok-sok pillanatotok, főleg a hétkezdettel, ahol ugye egy kicsit kevesebbet fogunk dolgozni, és nagyon remélem, hogy sokan csatlakoztok a csatornatagságomhoz, és akinek pedig van igénye arra, hogy egy sokkal bővebb, személyre szabottabb elemzést kapjon, bátran keressetek meg a +36 73 11 61 25-ös számon.